Táncos koreográfiával készültek az alsósok az új iskolaudvar átadására. Ez az egyik olyan beruházás, amely a biztonságos testmozgás lehetőségét adja az intézményben. Itt nem csak rekordtámborítású pálya, de kondi park is készült. A fejlesztésre azért is szükség volt, mert az iskolában testnevelés fakultáció működik. Mi egy több célú intézmény vagyunk, van óvodánk, általános iskolánk és gimnáziumunk, és az általános iskolai részlegünkön, egységünkben testnevelés tagozat működik. Két évvel ezelőtt adtunk át egy sportcsarnokot, de nem volt lehetőségünk arra, hogy a gyerekek kint sportoljanak a szabadban, ezért volt nagyon fontos ennek a sportpályának a megépítése, illetve az intézményben Diáksport Egyesület működik, ahol van egy atlétika szakosztály, de addig nem tudtak a gyerekek sportolni az intézményben, amíg ezt meg nem építettük. Maga a beruházás 170 millióból valósult meg, ami tartalmazza ezt a sportudvart, illetve az iskolaudvarnak a fejlesztését. Legyen megáldva és megszentelve ez az új pálya az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Az iskolaudvart Palánki Ferenc, a Debrecen Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye püspöke áldotta meg. Az átadást összekötötték a középiskolások egyházmegyei találkozójával, a Követtel. Több száz katolikus diák töltötte meg a néhány éve átadott tornacsarnokot, ahol Simon Miklós országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy jelentősen fejlődtek az oktatási intézmények a térségben. A választókerületünk, amely Vállajtól Újfehértóig terjed és 33 település számlál, mostanára épült ki a választókerületünkben az egyházi oktatási, nevelési, szociális rendszer. Összesen 12 intézményt számlál ez a történelmi egyházak működtetésében lévő rendszer. Görögkatolikusok, római katolikusok és református egyház működteti ezeket. És azt kell, hogy mondjam, kedves diákok, kedves vendégek, hogy a legütőképesebb, a legjobb intézményeket az egyházak működtetik. A beruházás részeként elkészült egy 20x40 méteres rekordtámpálya, amelyet 200 méteres futókör vesz körül, és kiegészít két távolugró pálya is. Soltész Miklós államtitkár azt mondta, az elmúlt évtizedben jelentős forrásokat áldozott a kormányzat az oktatási intézmények felújítására. Az elmúlt 10-12 évben mind épületállományban, mind például a sportfejlesztésben, sportcsarnokok, sportudvarok fejlesztésében hihetetlen változás történt, és mindez szolgálja a közösséget, legyen az egyházi vagy pedig állami önkormányzati iskola, de szolgálja az egész nemzetet is. És amikor arról beszélünk, hogy szolgálat, akkor nyilván a következő időszaknak az lesz az egyik feladata, hogy mindezeket az épületeket, közösségi helyiségeket, iskolákat lélekkel is, illetve programokkal is, közösséggel is megtöltsük. Amelynek nyilván a célja nem más, mint hogy a hazaszeretetnek az erősítése és a gyermekekben a szívükbe való elhelyezése. Mindenképp fontos a kereszténység megőrzése és továbbadása, és mindenképp fontos a közösség szolgálata. Hogyha ezt az egyházi iskolák, persze a többi is meg tudja adni gyermekeinknek, akkor itt nem lesz baj a magyarsággal, nem lesz baj ezzel a nemzettel és ezzel az országgal 100 év múlva sem. A beruházás 170 millió forintba került. A nyírbátori Bátor István katolikus óvoda, két tanítási nyelvű általános iskola és gimnáziumba több mint 1000 gyermek tölti minden napjait.